érdeklődés ebben az évben óriási a standunkon, közösen a Megfosszal. Ennek az apropóját két dolog adja, hogy ennyire az érdeklődés. Egyik a közös programunkat, egyébként egy mezőgépész program, amelyben fiatal átéskolásokat várunk és szakmunkásképzőbe járókat magára a MAG programra. Célunk az, hogy minél több mezőgépész legyen, és ennek persze az Agromos Expo, a gépkiállítás az, ami ad egy jó apropót. A másik pedig, hogy ők jött múlt héten a 0,5%-os kamattámogatás, amit a Magyar Agrárkormányzat segítségével, támogatásával hoztunk piacra. Nagyon rég hallottunk már 0,5%-os kamatról, ez nagy lehetőség NHP-s konstrukciókba, beruházásra, sok minden más egyébre. Tehát nagyon jól tudnak a gazdák élni, mert ilyen alacsony kamatot még nagyon régen tudtunk piacra dobni, illetve egyáltalán még a pénzpiacon sem jelent meg ez. Ez több más bank is árulja ezt a terméket. Mi már kész vagyunk ezzel, tehát minden gazda felhasználhatja beruházásainál ezt a lehetőséget. Van egyfajta vészharang kongatás egy-két agrárközgazdász részéről, hogy a uniós támogatások szűkülésével vagy csökkenésével nem lesznek szabad források. Én úgy gondolom, és a bank is úgy gondolja, hogy aki most a VP pályázatokból tudott beruházást végrehajtani, az most fogalmazni, hogy kvantumugrást csinált. Tehát akkor dimenzióváltást lehet, egy kis vállalkozásból lehet középvállalkozás, vagy annak az alsó, tehát egy 50-60 milliós gazdaságban 300-400 milliós gazdálkodás lehet, és emiatt teljesen más logikával kell üzemeltetni, teljesen más struktúra kell egy üzemeléséhez, fenntartásához, és az jó lehetőséget teremt arra mindenkinek, hogy stabilizálja a gazdaságát. És ebben a stabilizációban egy év vagy 22 év beruházási hiány sem okoz gondot, hiszen egy teljesen új piac szereplőként jelenik meg, teljesen új piacokat nyit meg a termékeivel vagy tevékenységével, és mindenképpen ebben viszont nagyon gyors segítség kell, és olyan pénzügyi intézetek lehetnek csak segítők ebben, akik megfelelő rugalmassággal kezelik a gazdák problémáit. Legfőképpen célunk az meglévő ügyfélek stabilizálása pénzügyileg, olyan szaktanácsadás, szakértés pénzügyileg, ami szinte akadémiai szinten tudunk számukra adni, bevonva ezzel egyetemnek a szaktudását, illetve a Hektár Plusz termékünk, amelyel mind beruházása, mind szabad felhasználású, mind földvásárlási hitelt adunk termőföld alappal, amivel unikálisak vagyunk, de mindenképpen időben tudtunk jelenni ezzel a termőföld alapú finanszírozással.